Sziasztok! A mai napon egy klasszikus vlog témával készültem nektek, ami az újszülött kis cicákra fókuszál. És szeretnék érinteni egy olyan témát is, amiről nem szeretnek beszélni a tenyésztők. Ez a téma pedig a köré csoportosul, hogy mi történik akkor, hogyha elveszítünk egy kis cicát. Erről nem minden tenyésztő szeret beszélni, én sem. És nem azért, mert ciki, szégyen, nagyon sokan ezt gondolják, hogy a tenyésztő azért nem beszél róla, mert szégyelli, vagy takargatni valója van, próbál palástolni bizonyos problémákat a tenyészetében, betegségeket talán. Ez nem igaz. Én jelen esetben csak magamról tudok most nyilatkozni. Itt szeretném leszögezni, hogy mindannyian mások vagyunk, mindannyian máshogy gyászolunk. Én ezt magamban szeretem lerendezni. Szeretem, hogyha ilyenkor nem zargatnak, nem zavarnak, nem élek a publicitás felé, és nem szeretek gyászolni különféle közösségi oldalakon, se nem szeretem megosztani a negatív érzéseimet, energiáimat, és nem azért, mert bármit szégyellenék, vagy szégyenletesnek gondolnék, éreznék, hanem pusztán én ilyen vagyok. Én hogyha meglátok szenvedő állatokról videót, persze nagyon sajnálom és emocionális vagyok velük kapcsolatban, de inkább tovább görgetek az ilyen közösségi oldalakon, mert nem nagyon nagy teher számomra nézni még más tenyészettel, kis cicáinak is a küzdelmét, küzdését, ezért én igyekszem ezeket a dolgokat csendben, magányomban lerendezni, és nem pedig publikálni. De persze elfogadom és megértem azokat is, akiknek úgy könnyebb, hogyha ezt megoszthatják, és egyfajta közös gyászként megélhetik a fórumokon, a különféle fórumokon. Ebben a videómban most meg fogom majd nektek mutatni, nem sokára láthatjátok az újszülött kis cicáimat és az új almukat, illetve a mamiukat, és ott kicsit bővebben fogok nektek beszélni dolgokról, ha lehet ezt így nevezni, tényleg privát és intim, kevésbé publikált történésekről is tenyészetünkben. Amit érdemes most előre így elmesélnem, vagy elmondanom nektek. Én legalábbis mindig mindent megpróbálok, hogy egy kis cicát életbe tartsak és megmentsek. Még akkor is, olyan esetekben is, amikor pontosan tudom, hogy felesleges minden küzdelmem, de mégiscsak akkor nyugszik meg a lelkem, akkor jobban alszom, ha elmondhatom azt, hogy de igen, megpróbáltam, és én mindent megtettem a lehetőségeimhez mérten. Azért azt mindenki tudja, hogy a biológiát nem lehet felülírni, nem lehetünk okosabbak, alapvető fizikai, biokémiai törvényeknél és törvényszerűségeknél. Éppen ezért sajnos nekünk tenyésztőknek is vannak határaink. Az első legkritikusabb része a szülés utáni szakasznak, úgy érzem, és azt gondolom, az első három nap. Ilyenkor fáj ezt kimondani, de annak a kicsinek, akinek el kell menni, mert esetleg valamilyen súlyos élettel összeegyeztethetetlen fejlődési rendellenessége van belül a kis szervezetébe, akkor ez a pici bizony az első három napban el fog távozni az alomból. Gyakoribb az, hogy életképtelenül születnek a picik. Hogy ez miért van, miért történik, ezt az orvostudomány se tudja. Ugyanúgy az ember gyermekeknél is sajnos ez előfordul,
hogy a pici már nem születik élve. Van, amit ultrahanggal már erőre lehet jelezni, jósolni, de nagyon sok mindent nem értünk, nem tudunk. És minél többet tudunk, minél többet tanulunk és fejlődünk, annál kevésbé tudjuk a válaszokat, és annál inkább érdeklődve és nyitottan állunk a világ felé. Tehát sajnos olyan esetben, amikor a pici valamilyen oknál fogva, akár placenta leválás történik méhen belül, vagy méhen belül már megfullad, és élettelenül érkezik ki a szülőcsatornán a külvilágra, sajnos ezekkel a picikkel már nem sok mindent lehet kezdeni. Nagyon-nagyon ritka esetekben, amikor a szülőútba közvetlenül történik valami, és ott megszűnik a vérkeringés, megszűnik a légzése a picinek, és nagyon gyorsan ki tudja tolni a mama, vagy mi ki tudjuk szedni a mamiból, vagy segíteni tudjuk a tolási szakaszt. Ilyen esetekben még van remény, tehát próbálkozni kell, és a cica feléledhet, magához térhet. Nem mondom, hogy nem kell majd utána neki idő ahhoz, hogy ő ugyanolyan vitális legyen, mint a többi testvére, tehát itt most órákra gondolok, nem napokra. Lehet, hogy egy picit az elején akár le is maradhat a többitől, de majd szépen összeszedi magát, és egy teljes értékű cica lesz belőle. Ebbe a videómban sajnos nem fog erről a témáról minden beleférni, hogy mik szoktak történni, mit tudunk tenni, hogyan tudjuk facilitálni azt, hogy a mama rendben legyen és a kicsinyeik is. Úgyhogy így előjáróban csak ennyit szeretnék mondani, ennyit szerettem volna. És mindenképpen nézzétek meg a videó további részét is, mert ott már a kicsiket bemutatva beszélek nektek mindenről. Kirkucimnak pár napja születtek meg a babácskái. Ott van a két pici babóca. És szerencsére ide már sem mérleg nem kell, sem más, hanem elég egy szakavatott szempár lehet látni, hogy a kicsik 100%-osan szerencsére jól vannak. Hogy ezt én honnan látom? Hát egyfelől nyugodtan szuszókáznak egymás mellett, most épp nem szopiznak, de Kirkus el nem mozdulna mellőlük, sőt, picikét megtisztogatja őket. Ő itt egy kékséges fiúcska, fehér kis papucskákkal, ő meg egy felkete szépség, ugyancsak fiúcska, gyönyörű szép fehér papucskákkal és fehér mellénykével. Látszik, hogy megfelelő és elegendő teje van a mamának, hiszen egyfelől, ha így megsimogatom őket, nem érzem a piciknek a gerincét, ami egy... Most eldugod őket? Nem beszélhetek? Nem mutathatom meg a babáidat? Nem engeded? Értem. Akkor rajta mutatom meg. Neki sem érzem a gerincét. Nagyon szép kis húsis babácska. Kirkuci. És láthatóan vitális, erőteljes, és keresi a cicikét, amit már meg is talált. Úgyhogy ezzel a kis mini kétfős csapatocskával 100%-osan minden rendben van. Nincs szükség mesterséges táplálásra sem, tehát nem kell cuclis üveggel tápszert adni nekik. Egyéb iránt is kevesen vannak, úgyhogy megfelelő mennyiségű tejecske áll a rendelkezésükre. Kirkus egyébként nagyon-nagyon jó mama cica.
tényleg nem lehet rá panaszom. És azt is hagyta, hogy ma megfürdethessem. Mi igaz, babám? Igen. Ki se jön a kicsik mellől. Egyébként most már azért a negyedik napon vagyunk. Most már nyugis. Az első két nap, főleg a rutintalan nőstény cicák nem igazán találják a helyüket. Nagyon idegesek. Az ösztönök működnek, de mégsem értik, hogy mi történhetett velük. Neki is ez most a második ellése, és még nem igazán szokta meg ezt a helyzetet. De 3 nap alatt tökéletesen belejött az anyaság szépségébe és kedvességébe. Most pedig megmutatom nektek a másik csapatocskát. Micsoda, tiszta szőr. Szőrös. Ennyi szőröt hullik neked. Itt is minden rendben van, úgy látom. Ő pedig Toszkána. Az én kis ügyes mamcikám, ő is most már nagyon-nagyon ügyes. Egy napon szültek Kirkével, egy napon születtek a picik, úgyhogy nem volt könnyű napom, mert dél körül az egyik szülés indult el, este felé meg a másik. Hát nem így akartam, de úgy látom, hogy ez a... ahogy a hölgyeknél néha a menstruáció szinkronba kerül, úgy a cicáknál a szülés is. Itt is minden rendben van ennél a csapatnál. Ott egy vörös kisrác hátul iszonyatosan falja a cicit. És tényleg nem panaszkodhatok, mert velük is minden rendben van. Persze most csak a szép dolgokról és a kedves dolgokról beszélek. Itt egyetlen egy picit elveszítettem. Pontosabban nem született élve, ahogy Kirkénél is 2 pici abszolút már a magzatburokban élettelen volt. Ilyenkor persze ösztönből is mindent megteszek. Látom, hogy halva születik a kis cica, de ami már valószínűleg a mamának a pocakjában halott volt. Ezt általában onnan látom, hogy most, hogy vagy a szülőútba, vagy a pocakba halt meg a baba, inkább a pocakba, hogy abszolút már nincs vér a köldök zsinórban, nem mozog a burokban sem a pici. Nagyon kellemetlen látvány, iszonyatosan megvisel. Próbálom őket, látom, hogy halott a kis cica teste, de akkor is próbálkozom még hosszú percekig, hát ha mégis történik valami, és ez a pici feléled, de ilyen esetekben tényleg nem tudunk mit tenni, mert hogyha élettelenül születik egy kis cica, sajnos avval nem tudunk mit kezdeni. De akik élve születtek, ővelük minden rendben van. Gyakorta rájuk nézek természetesen, de szerencsére velük sincs semmi dolgom. Hú, ott nagyon megy a küzdés a ciciért. Óha! A küzdés és a verekedés. Így van. Igen. És most Toszkuci kinyújtózkodik, mert már kicsit kényelmetlen neki is, hogy a cicién verekszenek, verekednek többen. Toszki! Toszkus! Eleged van, igaz, babám? Eleged meg meleged van. Meleg van itt nagyon? Ott össze is verekedtek. 4 napos picikék,
akik maximálisan köszönik szépen jól vannak, és éppen mindjárt agyon fogják egymást csapni, mert valaki oda pofátlankodott a kedvenc icijükhöz. Jellemző egyébként ezekre a picikre, hogy kiválasztanak egy számukra megfelelő csecsbimbót, egészen attól a pillanattól, hogy megszületnek, mindegyik kicsi kiválaszt magának egyet, és azt ki is sajátítja, tehát nem engedi azt, hogy másik kis cica is arról a ciciről szopizzon. És még egy nagyon érdekes dolgot megfigyeltem ezeknél a picurkáknál, mivel rengetegféle színű és mintázatú cicám van, hogy hajlamosak az azonos színű cicák azonos cicikét szeretni. Most itt is van egyébként két azonos színű, kicsit más mintázattal, mert az egyik cica igen. A két fekete-fehér közül az egyikben több fehér van. De ha mondjuk még lenne, de ők is egyébként hajlamosak ugyanarra a cicire pályázni, de tipikusan megfigyeltem azt, mikor kék cicáim születtek, egy almon belül, a többi más színű volt, hogy a kékek ugyanazért a ciciért verekedtek. Egyébként, ha jól emlékszem, mert közben figyelem azt is, hogy jól tartsam a kamerát, és kamerán keresztül figyelem a piciket is néha, vagy ha jól emlékszem, akkor pont a két kis fekete verekedett, de már az egyikük megtalálta a kedvenc cicit. Most a teki lányzó az elvesztette a fonalat, és elvesztette a ciciét, úgyhogy újra lázasan keresi. Jó, mama, Toszki. Toszkustól egyébként nagyon-nagyon féltem, mert tudni kell róla, hogy nem a nyugodt nőstényeim közé tartozik. Értem ez alatt, hogy nagyon szelíd, nagyon kedves, nagyon bújós, hízelkedős, törleszkedős, tündérborsó, viszont idegesebb típus. Ez a viselkedésében nyilvánul meg leginkább. Nehezen tudom most ezt így elmagyarázni, hogy miért is, de bármi, akár hogyha viszem nekik a főthúsit, vagy bármilyen gyógyszert kell beadni, az tuti, hogy Toszki az első, aki hisztizni fog, és fel alá járkál hisztérikusan, tehát láthatólag sokkal idegesebb, mint a többi lánycicám. Egyébként beigazolódott félig a félelmem, mert ráadásul első ellése is volt, szülése, úgyhogy fogalma nem volt, hogy mi történik. Először az almostálcába szerette volna elvégezni ezt az egész történetet, amit természetesen azonnal megakadályoztam. Hiába mutattam meg neki ezt a kis boxot, amit még pluszba egy pléddel le is szoktam takarni, hogy még kuckósabb, vodusabb és sötétebb legyen. Egyébként nagyon praktikus, mert ez pikpak kinyitható, összecsukható, bárhol felállítható, cipzárral lezárható, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és a cicák is szeretik, de mégis valamilyen rejtélyes oknál kifolyólag az almostálcába szerette volna ezt a szülést elkezdeni, és az első két nap iszonyatosan ideges volt, alig akart bennmaradni a kis cicáknál, járkált fel alá, tág pupillákkal, iszonyatosan idegesen, én már meg is ijedtem, hogyha ez így fog még hetekig zajlani, akkor fogalmam sincs, mit csináljak, mert megmondom őszintén, hogy nem szeretem
rájuk zárni, ha nem muszáj ezt a hordozót. Nem szeretem lezárni, szeretem, hogyha a lányaim szabadon járkálnak, tudnak inni, enni, használni a WC-t, amikor csak ők akarják. Nyilván, ha be vannak zárva, akkor nem tudják. Viszont az ő esetében, tehát annyira stresszes és ideges volt, és nem akart bennmaradni a kicsiknél, nem akart őket szopiztatni, de szopiztatta, de nem eleget, hogy kénytelen voltam az első két nap rázárni, úgyhogy óránként, két óránként jöttem be, és nyitottam fel neki, hogy egyen, igyon, csinálja a dolgait, és most végre a negyedik napra már megnyugodott, és önállóan ki se akar már jönni, tehát ezt most is lehet látni, hogy szuper jól akklimatizálódott a helyzethez, aminek tényleg nagyon örülök, mert nagyon féltem vele kapcsolatban. Kirkénél nem aggódtam, mert Kirke cicám egy olyan, mint Fekla mamája, tehát egy iszonyatosan nyugodt, kiegyensúlyozott, nem lehet kizökkenteni őt semmivel a nyugalmából, egy igazi szoborcica, aki egyszerűen fantasztikus természete van ilyen szempontból, kiállításokon is tényleg idegeskedésnek nyoma sincs. Toszkival ugyan nem voltam még kiállításon, de nem is tervezem, mert amilyen ideges természet, én nem hiszem, hogy ő alkalmas lenne bármiféle fajta kiállításra, és én nem szeretem a cicáimat feleslegesen stresszelni, tehát értem ez alatt, hogy kizárólag olyan macskákkal indulok el kiállításra, akik nem azt mondom, hogy imádják, de nem okozok számukra jelentősebb lelki megterhelést és stresszt. Fölöslegesnek tartom azt, hogy olyan macskával elinduljon a tenyésztő kiállításra, aki esetleg idegességébe bekakil, bepisil az alomba, bármilyen testbeszéddel vagy úton módon a tudtára adja a gazdiának, hogy ő ezt gyűlöli és utálja. Úgyhogy tényleg olyanokkal szeretek csak járni kiállításokra, akikkel látszólagosan semmi probléma nincsen sem az út alatt, sem pedig a kiállítások alatt. Toszkuci? Nem jössz ki egy kicsit, babám? Nem jössz ki, baba? Nem? Nem jössz ki. Szopáztassad őket. Szopi, szopi, szopi. Külön szobában vannak a mama cicáim, mert nem szeretem összerakni, főleg, hogyha közel, vagy azonos időben szül két mama, mert össze-vissza átjárkálnának egymás kicsinyeihez szopiztatni, és én megmondom őszintén, ezt nem kedvelem. Minden születendő kis cica szopizzon, főleg az elején a saját mamikájától. Meg hogyha esetleg egyik alom nyugtalanabb, mint a másik alom, akkor zavarja a nőstényeket. Tehát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb egy frissen szült mama cicának és a kicsinyeinek az a nyugalom. Az első és a legfontosabb, amit egy tenyészetnek, illetve egy tenyésztőnek biztosítania kell a cicái számára. Ott kész, ott elaludt a hátán. Ennyi volt. Sokkal sikeresebb lesz a picik felnevelése, és tényleg a cicáknak is az a legjobb, hogyha nyugodalmas környezetben vannak. Ezek nem feltétlenül alakul ki
ez a zenszerű nyugalom, hogyha több mamacica puff, fejre esett, off, ennyi volt, elaludt és fejre esett. Fejre esett a babád, hallod? Csak azért nyúlok, hogy visszarakjam a helyére. Bocsáss meg. Úgyhogy Kirkuci a nappaliba van. Itt hagylak, jól van, Toszkus? Itt hagylak, és meg visszamegyünk Kirkucihoz. Na, szia, papám! Jó, nem zavarlak. Nem zavarlak, mert tudom, hogy te ideges vagy. Még a semmire is. Rebucika már. Rebus. Na, hogy van a kis csapatocska? Ott látok a feketességed alatt egy pici lábacskát. Itt van egy pici fehér lábacska. Éken. Teljesen beburkolt a kicsinyeit, nagyon-nagyon vigyáz rájuk. Igazából észre se lehet őket venni, csak a pici kis lábaikat, mert annyira beburkolta őket Kirke. Édesem. Nagyon szeretek lekuporodni melléjük, az ágy mellé. Nagyon megnyugtató tud lenni, hogy hallom, ahogy szopíznak és szuszognak. A tenyésztésnek az egy kimondottan felemelő és kedves része, amikor viszonylagosan minden rendben van, és látjuk, hogy a kicsik rendben fejlődnek, megfelelően nőnek, jó súlyban vannak, illetve tehát maximálisan az egészségi állapotuk rendben van. Azt gondolom, hogy ilyen esetekben megnyugodhatunk. Miután megszületnek a picik, ahogy Rebusnál is volt, és minden elléskor, a legkritikusabb három nap, valóban az első három nap, ami tényleg kritikus, és folyamatosan reggeltől estig, szinte percenként figyeljük, tenyésztők a kicsiket, hogy minden rendben van, és még mindig nincs-e semmilyen probléma, ami megzavarná az kicsik fejlődését és jólétét. Megmondom őszintén, hogy már maga az ellés, illetve szülésük nagyon-nagyon stresszes számomra is. Igyekszem nyugodt maradni, mert tényleg egy idegesebb mamacicának, aki éppen vajúdik és fájásai vannak, egyáltalán nincs szüksége arra, hogy még ott bárki a környezetében stresszes legyen, és ezt a negatív energiáját rávetítse. A macskák, mint már említettem, nagyon sokszor iszonyatosan szenzitív lények, és mindent megéreznek, nagyon rejtélyes és különleges kapcsolatban vannak velünk, gazdiukkal. Nagyon sokszor előfordul az, hogy minimálisan tudják késleltetni a szülés idejét, és megvárnak, ha esetleg éppen nem tartózkodnék otthon abban a percben, pillanatban. Azért itt azt szeretném elmondani, hogy
igyekszem úgy alakítani az időmet és az életemet, hogy erről a fontos pillanatról még véletlenül sem maradjak le. És akkor most szeretnék elköszönni tőletek. Remélem, hogy érdekesnek és értelmesnek találtátok a gondolataimat, és amennyiben igen, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!